A 16 és 75 év közötti férfiak és nők leszármazottai minden évben ezen a napon ellátogatnak a vesztőhelyre, hogy kegyeletüket róják le ártatlanul kivégzett felmenőik emléke előtt. Egy mindig megújuló fájdalom, mert 2,5 éves volt, amikor az apámat elvitték, aki az Enci úti szabadkán, az Enci úti belgődő madárnál ott nyugszik a tömegsődbe. És úgy érzem, hogy ide is illik, és közelességem eljönni. Közeli lakóság is csak annyit hallott, hogy mikor a lövések eldördültek, még a cserepeken is a golyók hullottak. Aztán amit hallottunk az öregebjeitől, mert hát ugye mink kicsikék voltunk, de azért édesanyánk is mesélt valamit, nagyanyánk is mesélt valamit. A nagyapám itt van eltemetve, mert bajnoki születési vagyok, minket is elűztek 44-be. Mi kislány voltam, mikor bennünket elűztek, azóta Kumbaján élünk. Ez kegyetlen világ volt. Nálunk teljesen szétszakadt az egész család, az apámat elvitték a németek, minket elhurcoltak lágerekbe, onnan szöktünk meg, és akkor így jutottunk el Magyarországra, azóta 44 óta ott élünk. Az emlékműsort és az imát követően az egybegyűltek elhelyezték az emlékezés koszorúit. Az ártatlan áldozatokról 1990 óta minden évben megemlékeznek a bajmoki akácvánál, amit nem sokkal a vérengzést követően ültetett el valaki a tömegsírnál.